Ünneplő dabasi közösség, tisztelettel köszöntöm Önöket Szent István napi ünnepségünkön, itt a Szent István út mentén, az alsódabasi katolikus templommal szemben, az elmúlt évben felállított Szent István szobornál. Tisztelettel köszöntöm díszpolgárainkat, kitüntetettjeinket, a képviselőtársaimat, valamint az intézmény vezetőket, akik ellátogattak erre az ünnepségre. Augusztus 20-a, államalapításunk évfordulója, Szent István királyunk ünnepe. Első szent királyunkra emlékezünk a mai napon, és ezt keresztény közösséghez méltóan szentmisével és ünnepi megemlékezéssel tesszük. Kérem, hogy tekintsék meg a II. Rákóczi Ferenc általános iskola volt és jelenlegi diákjainak összeállítását, felkészítőjük Telek Ildikó és Garajszkiné Lackó Adrien. Eljött immár Szent Istvánnak tisztelendő ünnepe, illik pedig a világnak minden nap tisztelnie. Mindenek nagy-nagy vígan áldják, kik az Isten örökét és a szentek társaságát ő általa megnyerik. Mondja bizony minden ember, boldog vagy Pannónia, zengjen ajkat, szóljon vígan most az Isten himnusza. Mert nem a köznép sorából küldött Isten nevelőt, királyodat prédikátor, apostolod, magvetőd. Mert az Úr az egykor árva elhagyott Hungáriát, ahol addig prédikálva, még apostol egy se járt, a keresztség kegyelmére e szent által hívta ki, és meghívta örökére, adván égi hont neki. A királyok uralmának a halállal vége jár, országlásuk bevégezvén, fölségük is oda már. Ám István szent hatalmának, a halál nem szab határt, fönn az égben nyer magának múlhatatlan glóriát. Nagyon bölcsen, igen jól tudta István király, hogy népét a pusztulástól csak úgy őrizheti meg, ha a nyugati szokásokat és a keresztény vallást az országban meggyökeresztetik. Ezért nagy buzgalommal folytatta atya Géza fejedelem munkáját, és mint jó pásztor, erős kézzel térítette népét a helyes útra. Amikor a nyugati országok papjai és szerzetesei meghallották, hogy István király az egész népet megtéríti, nagyon megörültek. Mindjárt felkerekedtek és jöttek, özönlöttek mindenfelől, hogy a pogány magyarokat helyes útra tereljék,
tévájgőre elküvet Krisztusnak megnyeri. A nyugati papok és szerzetesek éjt-nappal látéve fáradoztak, és a sok fáradozást siker koronázta. A magyar nép keresztény hitre tér. Örömmel látta ezt István király, és azt gondolta, hogy munkájára a pápa úr áldását kéri. Hívotta ez okáért Asztrik apátot, és azt mondta neki, atyám, itt az ideje, hogy a munkánkra a pápa úr áldását kérjük. De nem csak pápai áldás, korona is kell a magyar királyoknak, hogy éppen úgy megkoronázzák őket, mint a többi keresztény fejedelmeket. Menj hát Rómába, atyám, és kéri áldást meg koronát a pápa úrtól. Úgy legyen, ahogy kívánod, mondta az apát, és mindjárt meg elindult Rómába, hogy a pápa úrtól áldást és koronát kérjen. De akárhogy sietett, megelőzte az apátot a lengyel fejedelem követe, az is koronát kért a maga uralkodójának, a lengyel fejedelemnek. Már el is készült a korona a lengyel fejedelem számára, második Szilveszter pápa éppen el akarta küldeni, amikor egy éjjel csodálatos álmot látott. Álmában az Úr angyala jelent meg előtte, és így szólt hozzá. Holnap egy ismeretlen népkövetei érkeznek hozzád, akik fejedelmük számára koronát kérnek. Add nekik a kész koronát, mert őket illeti. Másnap a pápa úr előtt megjelent Asztrik apát, és István király nevében áldást és koronát kért. A pápának eszébe jutottak az angyal szavai, és meghajolt Isten akarata előtt. Azt mondotta Asztrik apátnak, én apostoli vagyok, István fejedelem pedig apostol. Ezekkel a szavakkal átadta a szent koronát az apátnak. Milyen szép ajándékot küldött a pápa úr az első királynak. A magyar korona csillog-villog az aranytól, közepén a megváltó képét, körben pedig az apostolokét mutatja. A megváltó feje fölött a nap, a hold és a csillagok képe ragyog, mellette két élő fa áll. A szép fényes koronával az első királyt ünnepélyesen megkoronázták, aztán a koronázási jelvényeket Székesfehérváron ünnepélyesen elzárták. De azért gyakran elővették, mert a sátoros ünnepeken újra meg újra a király fejére tették a koronát. A magyar korona maga az egész ország, hazánk földjének minden gazdagsága és népének egész boldogsága. Jól megjelölte ezt az ezredévet, kereszttel írta rá nevét, mintha hatatlan győzelmiék. Alapkő lett, de kőnél súlyosabban vetette el az épülő falakban toronyszökkentő férfias hitét. Amint alázatát, mintegyre inkább úr rámeri roppant erején, a bérceg hág, s egy országon tekint át, hol hajnalpirban reszket még a fény, komor felhőből bomlik ki a kék-ég, s vírasztva várja népe ébredését, a századok szélfutta reggelén. Nem tétován, de biztos mozdulattal lendül előre tervező keze, míg port kavar, és szilaj kedvel nyargal a forró puszták zendülő szele. Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba, s pillantásával féltőn átkarolja a frissen szántott szűzi földeket. Kedves jobbjával törvényt ír keményet, hogy megkösse a rónák vadporát, szőlő teremjen és kenyér fehérebb, s hogy mindenki meglelje otthonát. Áldott szigor, rendet hozó szelítség, arany szív, mely eltékozolja kincsét, hogy új szívekben ragyogjon tovább. Hát róla zengjen most a lelkesének. Uram, téged dicsérünk általa, mert ő volt a te választott edényed, apostolod, híved, s a föld sava. És ő volt a ma bibliai sáfár, kire be jó, hogy éppen rátaláltál, midőn megvíratt napunk hajnala. Országunknak szent királya, így emlékszünk Istvánra, ki államot alapított, Isten hitre megtanított. Ó, mennyi gond tépte Marta, hogy a népét egyben tartsa. Törvénykönyve rögzítette, mind helyes a magyar tette. Égi anyánkat felkérte, legyen hazánk védelmére. Boldog asszony anyád!
Éhségben lévén, így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról. Ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Ó, Atya Istennek, kedves szép leánya, Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája, Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra, anyai palástod fordítsd oltalmunkra, Magyarországról, édes hazánkról. Ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Kegyes szemeidben tekintsd meg népedet, segíts meg áldásra magyar nemzetedet, Magyarországról, édes hazánkról. Ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról. Ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Szól egy nap az Úr Szent István királynak. Volna, hőfiam, valamilyen vágyad? Volna, Uram, egyetlen kérdés a szívemnek. Engedd látnom újra országom és a népem. Az Úr szomorúan nézett Szent Istvánra. Hagyta, hogy legyen meg az ő kívánsága. És ahogy lenézett, sötétséget látott. Aztán megpillantott egy apró világot. Ó, Uram, így fentről oly kicsinek látszik. Nem lehet, hogy csak a képzeletem játszik? Szól az Úr, sajnos nem. Országot széttépték. Azóta a magyar ezerségből érzik. Piros színben tündököl a nap, a föld sok nemzetek közt ott a magyar. Fehér bárány felhők úsznak a magaségen, s idők múlnak el a változás ködében. Zöld mezőkön, s ezen a gyönyörű tájon, létezik népem és szeretett országom. Magasan száll a galam, aztán tova tűnik. Hungária, élted ünnepeljük mindig. Augusztus 20-a fénye mindörökkön ragyog, e hon születése, ó büszke magyarok. Léte te vagy, hisz te vagy ő maga, belőle származol, hozzátérsz vissza. Ha adsz, hát ő is ad. Feltétel nélkül szeret, otthont, családot nyújt, s hazát is neked. Jogot hozzáfűz, mert léted ide köt. Taníts, nevelj, építs az ország mindenek fölött. Ember, vállald, ami vagy, ne szégyel sorsodat, s utódaid reménye te, s hazád marad. Tisztelettel köszöntöm
az ünneplő közösséget, ezt a megmaradt magot, akik itt maradtunk együtt, és visszajöttünk a templomba, hogy teljesen bekeretezzük a mai ünnepi együttlétünket. A gyerekek már egy nagyon szép történelmi képet festettek nekünk arról, hogy István király milyen történelmi környezetben és hogyan alapította meg a magyar keresztény államot. És hát útravalót is adtak nekünk arra, hogy mit is kell nekünk megóvnunk, mit kell megbecsülnünk, mit kell szeretnünk, mihez kell ragaszkodnunk és kötődnünk. És hogyha visszaemlékezünk arra, hogy István királynak mi volt a szándéka, tehát itt az akkori Európa peremén, ami ma Európa közepe, Európa peremén megteremteni egy olyan államot, amely működőképes, amely önmagát el tudja tartani, a benne lépő, benne élő embereket, sőt, be tud fogadni másokat, mindazokat, akik hajlandók áldozatot vállalni egy közösségért, egy országért, egy közös kultúráért, egy közös értékrendért, azoknak mindenkinek helyet adott, helyet biztosított, és úgy gondolta, hogy hosszú távra tudja ezt megteremteni. Az idő, a történelem bizonyította, igazolta, hogy valóban jól látta, egy jó történelmi meglátás volt akkor ezer esztendővel ezelőtt belátni azt, hogy az akkori kultúrával, szokásokkal, berendezkedéssel bíró magyar közösség nem tud megmaradni, nem tud együtt maradni, és nem tud meghatározó közösségként létezni az akkori Európában, hogyha nem a keresztény nyugathoz csatlakozik. Hangsúlyozom, az akkori Európa peremén. És hát az idő, a történelem bebizonyította, hogy ezzel a tettével István király és követőivel, segítőivel megteremtette annak az alapjait, hogy Európa kiterjedjen, kiterjeszkedjen, az európai keresztény kultúra elterjedjen, kiszélesedjen és megszilárduljon. Hiszen nem csak az a Nyugat-Európa, ma is nyugatnak vélt, civilizált Európa tudott megmaradni, amely már korábban felvette a keresztény értékrendet és keresztény hitet, és próbálták megteremteni a maguk keresztény államait, keresztény közösségeit, hanem Európának az a része is földrajzilag, amelyben sokszínű, sok kultúrájú, sokféle hagyományokkal bíró embercsoportok, közösségek éltek. És így terjedt ki Európa, így értük el azt, hogy ma a 21. században mintegy 400-450 milliós közösség vagyunk a világban. Egy meghatározó közösség, amely mindenki számára vonzó. És ezt most meg is tapasztalhatjuk mindennapjainkban, hogy mennyire vonzó Európa. Mennyire vonzó az, amit itt mi az elmúlt másfél-kétezer év alatt megteremtettünk. Ebben mi magyarok az elmúlt ezer esztendőben. Ez mindenképpen vonzó a világ számára, mindenképpen követendő, de nem biztos, hogy mindenben. És akkor, amikor István elrendelte többek között azt, hogy a keresztény közösségek ahhoz, hogy a szokásaikat, a keresztény vallásukat gyakorolni tudják, ahhoz templomokat kell építeni, a közösségek házait meg kell építeni, a közösségekre bízta, sőt megparancsolta, hogy templomokat építsenek, és ahol nem tudnak, ott legalább 7 falu fogjon össze, és legalább 7 falu építsen egy templomot saját közösségei számára. Egyszer azért, hogy az Úr napját meg tudják szentelni, meg tudják tartani közösségben, és bizony védelmet is nyújtottak ezek a templomok. Ezt most érdekes módon mi is megtapasztalhattuk, hogy most, amikor elerett az eső, és már az ernyőkkel sem tudtunk küzdeni ellene, akkor ide bekényszerültünk, bejöttünk, és milyen jó oltalmat ad a templom, mert bizony oltalmat nyújtottak a templomok. A léleknek, a hitnek, az embereknek fizikailag is. Nagyon sok templom, például a ma is látható erdélyi református templomok többsége, vagy nagy része erőd templom, amely a külső támadásoktól is megvédte az ott élőket. Amikor össze lehetett jönni, imádkozni lehetett, amikor érezni lehetett a közösség erejét. Amikor fizikailag is és lelkileg is oltalmat adott egy-egy templom. Így van ez ma is, és milyen isteni ajándék ez, hogy ezt itt mi tényleg ma 2015. augusztus 20-án megtapasztalhattuk, hogy volt hová gyorsan betérnünk, volt hová bejönnünk, és tényleg bekeretezni ezt a mai ünnepségünket, ezt a mai megemlékezést. Keressük, legalábbis vagyunk néhányan, vagy még jó páran, akik keresik István tettének, művének az értelmét, a lényegét. Most itt a 21. században is. De nehéz
viszonyítási alapokat találni, hiszen teljesen más volt a helyzet 1000 évvel ezelőtt, és más most. De meg lehet találni a mindennapi hírekben is, azokban a témákban is, amik ma foglalkoztatják az embereket, a viszonyítási alapot. Hogy mi is volt Istvánnak a műve, mi is volt a fő tette egy működő államot létrehozni, egy olyan államot, amely önmaga megóvására, megvédésére képes az embereknek olyan lelkületet adni, olyan értékrendet, és olyan törvényeket, olyan szabályokat, kereteket állítani fel, amik hozzásegítik az embereket ahhoz, hogy egyszer megőrizzék a hitüket hosszú távon, másik oldalról pedig megvédjék azokat a javakat, azokat az értékeket, amiket maguk megteremtettek. És hát a mai nap is ez a nagy kérdés, hogy van-e mit megóvnunk, van-e mit megvédenünk, van-e mit megőriznünk. Igen, meg kell őriznünk a hitünket, meg kell őriznünk a magyarságunkat, a hazaszeretetünket, a hazánkhoz való kötődést, az egymáshoz való pozitív viszonyulásunkat, a megbecsülést, az összetartozás érzését, igen, ezt meg kell őriznünk, meg kell tartani. De vannak javaink is. Van egy nagyon szép országunk, van nagyon sok értékünk, van egy kultúránk, van egy gyönyörű nyelvünk, nagyon sok mindenünk, amit meg kell óvnunk, meg kell védeni. És ebben a világban, ahol ez a keresztény európai közösség, mint egy 450 milliós, mondhatjuk azt, hogy egy viszonylag szűk közösség a 7 milliárdos népességű földön, egy olyan kultúrájú közösség, ami hihetetlen értékeket halmozott fel. Tárgyi értékeket is, kulturális értékeket, életmódot, működő rendszert, működő államokat, egy működő államközösséget, mondhatjuk azt, hogy a maga nehézségei, problémái, viszályságai ellenére az Európai Unió vagy az Európai Közösség önmagában is mégiscsak egy működő rendszer. Ez bizonyítja azt, hogy ma, amikor a keleti világrészben vagy a déli féltekén a Földnek viszályságok vannak, az emberek megélhetése egyre nagyobb nehézségekbe ütközik, a puszta napi lét forog veszélyben, akkor keresik az emberek a biztonságot. És érdekes módon a keleti népek közül is sokan, most már mondhatjuk azt, ezt mi magyarok is megtapasztalhatjuk, hogy naponta ezrével, sőt európai mércével mérve 10 000-rével, éves szinten 100 000-rével, hogyha az elmúlt éveket vesszük, akkor több 10 milliós tömegben keresték a biztonságot, a megélhetést, a jobb létet itt Európában. És el kell gondolkodnunk azon, hogy vajon miért nem azokban az országokban keresik ilyen számban és ilyen tömegben a jólétet, ahol szintén megteremtettek valami anyagi biztonságot, valami anyagi jólétet. Tudnék sorolni, de önök is tudnának sorolni olyan keleti országokat, induljunk el csak Szingapúrtól, egy távolabbi országból, de jövünk tovább az arab félszigeten is, számos olyan ország van, ahol látjuk, hogy fényűző palotákat, magas toronyházakat, garmadát építik, hihetetlen jólét van, a magyar üzemanyag áraknak a töredéke egy gallon vagy egy liter üzemanyag, és mondhatnám, hogy mennyi, tehát milyen jóléti szolgáltatásokat tud nyújtani a saját társadalmukon belül egy-egy arab állam, egy-egy mohamedán kultúrájú vagy vallású közösség. És mégis a saját sorstársaik, a saját kulturális közösségüknek a tagjai nem arra felé irányulnak, vagy áramlanak 100 000-rével, millió számra, hanem erre a keresztény Európa felé. Mert látják azt, hogy ez egy tartósan működő rendszer. Egy tartósan működő kultúra, amely fent tudta tartani a maga értékrendjét, a maga törvényei szerint tudta élni az életét, és ez működik több mint 2000 év óta. Mert olyan erkölcsi alapokon nyugszik a mi kultúránk, a mi magyar kultúránk is, amit 1000 évvel ezelőtt Szent István belátott és meglátott, olyan erkölcsi alapokon, amit nem lehet egyik napról a másikra változtatgatni. Ami szilárd, stabil. Gondoljunk csak a 10 parancsolatra, hogy a 10 parancsolatra építjük a mindennapi életünket, a saját személyes életünket, vagy a családunk, vagy a közösségünk, kisvárosunk életét, vagy nemzetünk életét, akkor ez egy stabil értékrend. Ez nem lehet, ez nem változik. A törvényeket, különböző szabályokat az emberek alkotják. És hát igénynek, szükségletnek, érdekeknek megfelelően ezeket lehet módosítgatni, lehet formálni. De hogyha van egy szilárd értékrend, van egy szilárd erkölcsi alap,
akkor ezt nem lehet csak egyik napról a másikra megváltoztatni. Akkor ahhoz tartanom kell magam. Tartja magát majd a gyermekem, az unokám, és majd sok generáció, sok száz év múlva az utánunk jövők is. Így volt ez 1000 éven át. Ezért lehet az, hogy mi ma itt vagyunk. Ezért lehet az, hogy mi ma itt magyarul emlékezünk magyar királyunkra, Szent Istvánra, államalapítónkra. Ezért lehet az, hogy még mindig megvan a lehetőségünk, az Isten megadta azt a lehetőséget nekünk, hogy mi itt eldönthessük és meghatározhassuk azt, hogy milyen keretek között, milyen törvények szerint, milyen erkölcsi alapokon kívánjuk az életünket fenntartani, milyen alapokon szeretnénk a gyermekeinket nevelni, hogyan akarjuk a közösségeinket összetartani. Ez most nagy kérdés. Mindenkor nagy kérdés az egyénnek, a családon belül, egy apának, egy anyának, egy közösség vezetőjének, vagy választott vezetőjének, egy állam főnek, egy kormányfőnek, egy kormánynak, egy parlamentnek, mindig nagy kérdés. És itt vannak a nagy kérdések ma is. Itt van a parlament előtt, a miniszterelnök előtt, itt vannak a nagy kérdések. És próbálják minden oldalról mindenféleképpen terelgetni, megmondani. Holott nem kell megmondani semmit. Az erkölcsi alapokhoz kell visszanyúlni. Azt kell megnéznünk, hogy mit akarunk megóvni. Mitől akarjuk megvédeni a mi kultúránkat. Akarjuk-e azt, hogy felhíguljon? Akarjuk-e azt, hogy más kultúra, vagy más szokásokkal küzdve észrevétlenül szétporladjon az, amit 1000 év alatt megteremtettünk, vagy amit Európa létrehozott, vagy egyszerűen ilyen mondva csinált, álságos, erkölcsi vagy emberiességi dolgokra hivatkozva felborítunk, felrugunk mindent. El kell gondolkodnunk, és azt hiszem, hogy nem nehéz. Nem nehéz, nem kell ehhez egyetemi végzettség, nem kell ehhez semmi különösebb, még egy gyermek is át tudja érezni, de egy átlag ember, egy átlag felnőtt teljes mértékben át tudja érezni, hogy mitől kell védenünk Magyarországot, mitől kell védenünk Európát, a keresztény értékrendünket, a keresztény kultúránkat, és nem mások ellen, nem másokkal szemben, hanem magunkért. És mindig ez az első számú. István sem mások ellen, másokkal szemben akart erős Magyarországot, erős államiságot létrehozni, hanem magunkért, hogy itt maradhassunk, azért, hogy létünket bizonyíthassuk, létjogosultságunkat bizonyítani tudjuk, hogy bebizonyítsuk azt, hogy mi hasznos, értékes tagjai lehetünk ennek az európai közösségnek. És most is ez a nagy kérdés. Amikor különböző liberális, megmondó emberek arra akarják felhívni a figyelmünket, hogy szívtelenek vagyunk, sőt, szoktól azt mondják, hogy hol van a kereszténység, a keresztény szeretet, az istváni befogadó készség, amikor mondjuk a nagy tömegekben érkező bevándorlókkal szemben fenntartásaink vannak. Nem az a lényeg, hogy kivel szemben van fenntartásunk, hanem az a lényeg, hogy miért fogalmazódik meg bennünk az, hogy vajon van-e mit tennünk. És igen, van mit tennünk. Meg kell óvni a családjainkat, meg kell óvni hazánkat, a közösségeinket, az eddig megtartott, megőrzött erkölcsi értékrendünket, az alapjainkat, a kultúránkat, a hitünket, ezt a közösséget. És segíteni kell, hogyha van erőnk, akkor segíteni kell minden népnek, mindenkinek. De a legszebb és legjobb az, amikor ott tud boldogulni egy nép, egy nemzet, egy közösség, ahová az Isten teremtette. Nekünk ebben van felelősségünk, hogy ebben segítsünk. És senki nem várhatja el tőlünk azt, hogy mi vegyünk a vállunkra, mi vegyünk a hátunkra mások terheit, úgy, hogy közben a sajátjainkat nem hordozzuk. Nem lehet úgy mást megbecsülni, hogy saját magamat, a saját népemet, a saját családomat, a saját közösségemet nem szeretem, nem becsülöm, és nem hozok meg érte minden áldozatot. Nem lehet ezt felcserélni. Mint ahogy azt a sorrendet sem lehet felcserélni, hogy Isten, család, haza. Ezt sokszor felszokták cserélni, mert csak egy egyszerűen pufogtatják, csak elmondanak egy szlogent, mert jól hangzik. Nem, ez a sorrend. Isten, család, haza. Ha ezt a sorrendet betartom, akkor mindennel szembe tudok nézni, minden nehézséget fel tudok vállalni, és mindennel meg tudok birkózni. És itt is ugyanez a helyzet. Nem a másokon való segítség, egy más kultúrájú, más értékrendet viselő,
más szokásokkal rendelkező néptömegnek a problémáit kell nekünk megoldani, a sajátunkat kell elsősorban. És a sajátunkat megoldjuk, ha ezzel tisztában vagyunk, és képesek vagyunk ezeket a terheket hordozni, akkor lesz erőnk, hogy valamilyen mértékben segítsünk másokon. És mindig olyan mértékben, ahogy ezt a Jóisten elvárja tőlünk. Ahogy az 1000 éves államiságunk erre kötelez minket. Csak olyan mértékben. Nem várja el tőlünk a Teremtő, hogy nagyobb mértékben és több terhet vállaljunk. Bárki, aki ma a liberális világban ezt meg akarja nekünk mondani, rossz úton jár. A saját értékeit nem őrizte meg, a saját értékeit elveszítette, elveszítette az erkölcsi alapot, és másoknak akar egy újfajta erkölcsi alapot állítani. Ezt mi Istvánra való tekintetből sem engedhetjük meg. Nekünk meg kell óvni a hazánkat, meg kell óvni a hitünket, a kultúránkat, a gyermekeinket, a gyermekeink jövőjét, családjaink jövőjét, és ezen felül pedig, ha erőnk engedi, akkor segítünk, és segíteni is fogunk, természetesen. De ritkán beszélünk arról, ha már menekültekről van szó, hiszen ugyan mi nem voltunk menekültek, népvándorlók voltunk néhány száz évvel ezelőtt, kerestük a helyünket, egy küldetésben voltunk, az Úr valahová elküldött minket, megérkeztünk, aztán helyét álltunk, és itt maradtunk. A mostaniak kényszerből mennek, egy teljesen más kényszerből, sőt, több mint gyanú, hogy küldik is őket. Több mint gyanú, hogy ez már szervezett keretek között működik. Ez valakiknek és valaminek az érdekében is áll. De beszélünk-e az üldözött keresztényekről a világban? Felszólítja a keresztény Európa, vagy felszólította a keresztény Európa a keresztény európai országokat, hogy üldözik a keresztényeket több keleti országban, ajánljuk fel, fogadjuk be őket, hívjuk be őket magunkhoz. Soha egy ilyen európai sem államfőtől, sem megmondó embertől, sem kormánytól, sem semmilyen hivatásos szervtől ilyen felkérés vagy felszólítás nem érkezett. Hanem egyszerűen hallgattunk, és figyeltük a híreket, hogy egyszerűen mészárolják és megölik a keresztény testvéreinket. És akkor sajnálkoztunk, hogy most 22-t végeztek ki látványos körülmények között, most ez történt, most az történt, most nem tudom hány százat öltek meg egy keresztény templomban, és így hallgattunk. És aztán egyszer csak elindul egy tömeg, nem tudjuk, hogy kik ők, nem tudjuk, hogy mik, nem tudjuk, hogy mi vezérli őket, mi a kultúrájuk, mik a szokásaik, mi a szándékuk, és Európa meg akarja mondani, hogy itt most mi megint legyünk Európa pereme, legyünk bástya, mint ahogy voltunk a középkorban, és meghoztuk a magunk áldozatát, csak képzeljük el, hogy már akkor 4-500 éve működő állam voltunk, hogyha akkor 150 éven keresztül nem rabolnak ki minket, nem hígítják fel mondjuk az akkori középső Magyarország részét, nem pusztítják ki a Duna-Tisza közét, akkor hová juthatott volna már akkor, néhány száz évvel ezelőtt Magyarország? Mennyivel erősebbek lettünk volna? És megköszönte ezt nekünk valaki? Elismerik ezt? Itt a világban azt sem tudják az emberek, hogy délben miért szólal meg a harang. Ki, ha nem mi vagyunk kötelezettek arra, hogy ezt tudassuk a világgal. Hogy tudják meg, hogy miért szólal meg délben a harang. A Nándorfehérvári diadal emlékére, amikor megállítottuk 70 évre az Oszmán Birodalmat, amikor a nyugat fellélegezhetett, amikor a keresztény Nyugat-Európa erőre kaphatott, hogy hogyan védekezzen majd az Oszmán Birodalom támadásával szemben. Most megint itt vagyunk, ilyen értelemben, mert az Európai Unió szélén vagyunk, a schengeni határ mi vagyunk. Nekünk kell valamit kitalálnunk, és ha kitalálunk valamit, hogyha a kormány és a parlament hoz szabályokat és törvényeket, és megpróbálunk intézkedni, akkor az nem jó. De akkor megmondják, hogy mi a jó? Az a jó, hogy beengedünk ide 1 millió bevándorlót, akit nem tudunk etetni, nem tudunk normálisan ellátni, hiszen megvannak a magunk társadalmi problémái. Gondoljunk a leszakadó megyéinkre, gondoljunk azokra a népcsoportokra, akik szintén szokásbeli problémák miatt és egyéb társadalmi okokból nehezen tudnak felzárkózni, nehezen tudnak gyökeret verni. Hát mennyi gondunk és mennyi problémánk van, ezt még magunkra vesszük. És tényleg nem szeretnék ezen a nagyon szép nemes nemzeti ünnepen aktuál politikai kérdésekkel foglalkozni,
de ez már nem is teljesen aktuál politika, de nem volt olyan túl régen. Emlékezzünk csak rá, hogy mivel fenyegették a magyar társadalmat, amikor az állampolgárság kiterjesztése szóba került. Hogy majd a sajátjaink fognak előzönleni minket. Itt fogunk éhen pusztulni. Nem lesz nyugdíjunk, és sorolnám. Most azok, akik akkor ezzel fenyegettek, most azzal bírálják és támadják a mai kormányt, hogy nem elég keresztény, nem elég befogadó, nem elég segítő, nem elég európai. Hát hol élünk? Ezek az aktuál politikai mindig az aktuális érdekekhez kapcsolódó értékrend és szabályok és viszonyítási alapok, ez nem működik. Európában az működik, ami Magyarországon 1000 év óta működik. A keresztény értékrend, a 10 parancsolat, ezek az erkölcsi normák. És hogyha ezt sikerül nekünk stabilan, erősen megszilárdítani, és mindig lesz lelkiismeret egy közösségnek, mert engedjék meg, kedves jelenlévők, és mindazok, akik bár most itt már nincsenek közöttünk, de együtt voltunk a mai szentmisében, együtt voltunk a mai ünnepségen, hogy igenis valahol egy ilyen közösség, egy helyi tágabb közösségnek a lelkiismerete. A lelkiismerete vagyunk, mert fontosnak tartjuk azt, hogy augusztus 20-án eljöjjünk, ünnepeljünk, emlékezzünk, és felidézzük Szent István művét. És egy kicsit számot vessünk arról, hogy hol is tartunk, milyen nehézségekkel is állunk szemben, milyen problémákat kell megoldanunk, mik a mi örömeink, mik a mi sikereink, mikre lehetünk büszkék. Tehát a lelkiismeret, az ember egyéni lelkiismerete is, a lelkiismeretessége. Mert nem lelkiismeret furdalást kell kelteni, vagy ébreszteni, hanem lelkiismeretességet kell megszilárdítani. Hogy legyen lelkiismerete az egyénnek, a közösségnek, a nemzetnek, mindannyiunknak. És hogyha van lelkiismeret, megvan az erkölcsi alap, akkor születnek a jó normák, a betartható szabályok, a helyes törvények, amiket érdemes és lehet követni, amik megtartanak minket. Erre a megtartó erőre van szükségünk, a mai együttlétünk is ebben erősít minket. A saját lelkiismeretünket is, lelkiismeretességünket, és rajtunk keresztül városunk lelkiismeretességét. Hogy összetartozunk, hogy valami miatt mi ide születtünk, itt élünk, ide költöztünk, együtt vagyunk, egy közösséget alkotunk, és hatnunk kell egymásra pozitív értelemben. Ahogy ezt meghirdettük az idén, sok-sok jó cselekedettel. Tudom, tapasztalom, hallom, hogy nagyon sok jó cselekedet volt már az idei esztendőben. Azt kívánom itt augusztus 20-án, hogy az év hátralévő részében is sok-sok egyéni és közösségi jó cselekedet legyen, hogy az lelkiismeret erősödjön, hogy ez a nemzeti közösség és városi közösség erősödjön, és minden egyénben, minden családban a kohézió, a szeretet, az egymás iránti tisztelet, az eddig elért eredmények és értékek megóvásának igénye erősödjön meg. És akkor követjük Istvánt, követjük Szent István királyunkat, akkor volt értelme magyar államot, keresztény államot alapítani 1000 évvel ezelőtt, és van esélyünk, van reményünk arra, hogy majd 1000 év múlva is, akár ebben vagy egy hasonló templomban összegyűlik majd egy maroknyi lelkiismeret, és tovább viszi, tovább adja másoknak. És ez így fog tovább menni. Hogyha ebben bízunk, ha elhisszük, és hogyha a hitünk elően erős, és van bennünk elég szeretet, akkor ez működni fog. De ennek reményében köszönöm meg az együtt töltött időt, a türelmet itt az eső után. Köszönöm a Jóistennek az oltalmat, a templomot, ezt a szép szentmisét, amiben együtt részt vettünk. Ezt külön köszönöm református testvéreinknek is, és evangélikus testvéreinknek. Higgyük el, kedves keresztény testvérek, hogy nekünk most erre van a legnagyobb szükségünk, hogy elsősorban egymást szeressük és becsüljük, és így tudjuk majd szeretni és becsülni más kultúrájú népeket és az egész világot. Hát adja az Isten, hogy erre képesek legyünk, hogy ehhez felnőjünk, hogy kellő erőnk legyen és hitünk. Isten áldja mindannyiukat. Szép napot kívánok, remélem, hogy kitisztul az ég, és ránk virul majd a napsütés is. Ha ma nem, akkor a következő napokban minden bizonnyal, és akkor jó pihenést kívánok ezen a hosszú hétvégén, töltődjenek fel, jön az ősz, a diákoknak az iskola, a szülőknek a szabadságok után felnőtteknek a munka, és a munkában is találjuk meg az örömünket, az értelmét a munkánknak. Így lesz szebb és boldogabb a saját életünk is, és a körülöttünk lévő világ is. Isten áldja mindannyiukat, szép pihenést, szép hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Oh,
Rock Televízió. Önökért vagyunk.